A második az, megint először normál sebességgel mutatom. Itt a jobb lányban van két dominálóan szolíd göb, de vannak benne folyadékot tartalmazó részek is. Ezt egyértelműen úgy adták ki, hogy egy tirac 5-ös, nagyon gyanús göb, miközben majd az elemzésnél látni fogjátok, hogy hát valójában ez egy klasszikus, jóindulatú, olyan értelemben, hogy nem mikrokalcifikációkat tartalmazott. Itt most megállítottam. Itt egy pötty, itt egy pötty, itt egy pötty, de itt egy vonalszerű dolog, itt is egy vonalszerű, tehát ha megyünk tovább, egyszerre van jelen a granuláció és a vonalszerű képződmény. Szerintem ebből világos itt, amit mutatok, de próbálom úgy megállítani, hogy egyszerre lássuk a vonalat is. Hát itt megnézitek, vonalszerű, itt egy kicsit pöttyszerű, szóval ez nem szabad a túlértékelni. Tehát attól, hogy látok granulációt egy göbön belül, az nem jelenti azt, hogy mikrokalcifikáció lenne. Tehát ha megnézitek, itt egy hosszanti vonal, ez egy pontszerű, hosszanti vonal, tehát ezt gyakorlattal, ezt igazság szerint az ember figyel rá, és nem csak a granulációra figyel, akkor nem fogja túlértékelni, de ez egyáltalán nem ritka, hogy ezt úgy adják ki, hogy tele van mikrokalcifikációval. És ugyanezt megmutatom egy kicsit lassabban is. Megnagyítva. Kicsit visszamegyek. Hát nem tudom, ugye minőségben jól látjátok, hogy ezek itt vonalak, ugye ez látható, hogy vonal. Ez itt egyértelműen vonal. Jó, oké. Biztos van olyan kép, amikor pöttynek Így van, hát látszik. itt van egy pötyszerű dolog, tehát hogy az ember megy folyamatosan, egyébként mondom, ez fönt van azon a linken, amit megadtam, tehát ezt bárki újra és újra visszanézheti, ugyanazokat a videókat játszom most le, amit föltettem, bármikor meg tudja állítani, tehát ez... Akkor itt a másik göb, ez nagyon hasonló, itt is egy vonalszerű képet, ez inkább kötőszövet, tehát ebben nagyon kevés folyadék van, itt van egy folyadékot tartalmazó rész, meg itt van egy másik, de egyszerre van vonalszerű, és mondjuk itt egy pontszerű rész. Ez egy fibrotikusan átalakult göb, tehát kifejezett kötőszövet, szaporulat van benne, nem mikrokalcifikáció. Most lassítva, hát sokat nem tudok hozzátenni, csak mondom, ezeknek a elég jelentős részét mikrokalcifikációként lehetezik. Egyébként én nagyon nem szeretem használni mikrokalcifikáció kifejezést, mert a beteg rámegy az internetre, akkor utána keresi a kötelet, amire fel tudja akasztani magát. Én azt szoktam leírni, hogy is mondjam, apró ehogazdag gócokat tartalmaz. Tehát én ezt így szoktam leírni. Egyébként az egyik amerikai társaság, az amerikai radiológus kollégium az se használja, mert azt mondja, hogy a mikrokalcifikáció az félre tud vezetni, mert ők úgy írják, hogy punctate echogenic foci, ugyanis egy hiperpláziás papilla is ugyanígy tud kinézni egy szöveti állományt tartalmazó göbben, tehát a mikrokalcifikáció kifejezést azt lehet, hogy csak tényleg tökéletesen egyértelmű esetekre kell fönntartani. Szóval ez volt a második eset. Nem tudom, érthető volt, van esetleg kérdés?